Mióta foglalkozol a zöldségtermesztéssel? 8-10 évén intenzívenben, addig csak ilyen kicsibe, ilyen 1000-1500 folyóméterbe. Már most olyan tavaly évben ilyen 12.000 folyóméter uborkám volt, az idén viszont olyan 20 és 25.000 körül lesz most. Nagyon nehéz minden év más. Most annyiba változtatok, hogy elmegyek kicsit a sík uborkába is, és azt egy kicsit gépesítve fogjuk szedni. A különböző partnerek, tehát a partner cégek, mint például Maragró, az támogatja a te munkádat? Így van, teljes mértékben. 90%-ban valagrós termékeket használok. Vakháttól kezdve a lomkezelésig, a tápoltatozásig. Maragró képviselője szintén termel uborkát, így nem olyan nehéz adni szaktanácsot a gazdálkodók számára. Ez nem olyan egyszerű. Igaz, régóta termelünk uborkát, nem 28 éve lesz, hogy elkezdtük magát a termelést, persze nem akkor a volumenben, mint Feri. Azért nagy kihívás ennyiféle termelőnek bármilyen tanácsot is adni. Ez csak akkor fog működni a szaktanács is, hogyha az ember gyakorlatban csinálja. A konzervuborka termesztés Maragró technológiával című kiadványnak is te voltál motorja, hogy ez létre tudott jönni. Konkrétan ezt én csináltam elejétől a végig, az első betű, az utolsó betű, az összes kép az enyém, az összes szöveg az enyém. A kérdés felmerül erre, hogy te ezt olvastad el, és a végén akkor hányszor? Egy párszor olvastam, elsők közt kaptam ebből a kiadványból. Voltak benne nekem is újdonságok, de azért helye közel én alkalmazom ezeket a szereket és ezt a technológiát is. Legutóbb mikor volt nálad, János? A Covid miatt nem nagyon tudott jönni, azelőtt folyamatosan. Jött, dokumentáltunk, fotóval, videóval. A saját tapasztalat és a termeli kollégáktól szerzett tapasztalatot. Összessége végül is ez a kiadvány. Mondtad az előadásodban, hogy ezt már szeretnéd újra kiadni, megújítani. Ez így van, és 3 éves az a kiadvány. Nekünk is bővül a termékportfólió, plusz azért a növényvédőszereknek a hatóanyag kivonása miatt is azért át kell írni a növényvédelmi részt. Az, hogy a Maragró termékeiből mikor mit használsz, ez hogyan döntöd át? Egy jó uborka termelő az ugyebár úgy kezdi a napot, hogy belemegy az uborka ültetvénybe. És akkor a levelen keresztül nagyon sok mindent elárul az uborka, hogy most ne találtán kálitósúlyos maszterra kell tápoldatozzunk, vagy egy kicsit beállt a növényünk, és akkor adni kell neki egy kis maszter 20-20-ast. De hogyha megakadok, akkor mindenféleképpen telefonálni szoktam Jánosnak, és akkor Jánossal konzultálunk. Ami most aktuális, ez a műtrágya hasznosulás magas műtrágyárak miatt. Itt az Aktivév lehet egy nagyon jó alternatíva, ami a tápanyag kimosódást, tápanyag felvételt és a tápanyag szállítást egyaránt segítő biostimulátor, ezzel a műtrágyának hatékonyságát, kimosódását tudjuk csökkenteni. A másik Mikoszol PTC, ami már nem mostani termék, viszont most nagyon aktuális újból itt a műtrágya beszélzési nehézségek és szintén a hatékonyság szempontjából. Eddig talán nem volt ekkora kérdés ez a kör sem, hogy hatékonyság, de a Mikoszol a talaj és a gyökérrendszer egészsége szempontjából nagyon fontos. A növényvédelemben a Nanotag nevezetű új készítményünk, ez egy forradalmi újdonság a magyar piacon, az egyetlen olyan készítmény jelenleg, ami ellen nem is lesz rezisztencia, tökéletesen hat kontaktmódon, és emberre, állatra, rovarra, csak a pici rovarra veszélyes, de amúgy semmilyen negatív mellékhatása nincs. Én ennek látom óriási jelentőségét, itt a különböző növényvédőszerek visszavonása és kevésbé hatékonysága miatt.